nagyon jó magyar tanárom volt már a gimnáziumban, Varga Valéria, hadd említsem itt meg az ő nevét. A hatása abban csúcsosodott ki az én, hogy mondjam, ilyen ébredező nagy kamasz öntudatomra, hogy állandóan csatáztam vele, és ez engem nagyon épített. Nagyon fárasztó lehetett neki, úgyhogy ezúton kérek elnézést tőle, de engem nagy-nagy mértékben a saját meggyőződésem, álláspontjaim tudatosítására ez a nagy csata elvezetett, és ő ebben nagyon-nagyon felkészült, hogy mondjam, partner volt, tehát hogy lesöpörhetett volna az asztalról, de mindig vette a fáradtságot, hogy vitázom velem. És aztán nagyon nagy példaképeim voltak az egyetemen, egészen a mai napig hatóan Kenyeres Zoltán, Lator László, akivel nagy örömömre többször dolgozhattam azóta együtt, vagy éppen Ferenci László. Olyan nagy tudású emberek, akik nem tették ilyen elérhetetlen polcra föl ezt a nagy tudásukat, tehát nem kellett hozzá feltétlenül létra. És tehát én nekem nagyon fontos ez egy ilyen, hogy mondjam, szlogenszerű, hogy ne bezárni, hanem kinyitni. Vagy azt mondom a diákjaimnak, hogy a bölcsész ember az legyen mediátor, tehát valaki, aki valamit valahonnan átvisz. Fogában tartva a szerelmet a túlsó partra, vagy valami mást, valahova máshova, valamit, amit értékesnek tart, valamit, amit fontosnak tart az emberi életre vonatkozóan, és megpróbálja ezt fontossá tenni a diákok számára, vagy ahol éppen dolgozik, ugye, és megpróbálja őket érdekeltté tenni a keresésben.